Köszöntöm nézőinket! Az év vége nem csak az ünnep ideje, hanem egy picit a számvetésé is. Erre a számvetésre készülünk Bátaszék polgármesterével, Bozsodik Róberttel, akit köszönöm, hogy fogadott az irodájában. Én azt gondolom, hogy az önkormányzati működés alapját mindig a gazdaság vagy a gazdálkodás adja meg. Ha nézzük a ciklus egészét, akkor ebben az évben a gazdálkodás a ciklus tekintetében hogy sikerült, és ahhoz képest hogy sikerült, amit elterveztek az év elején? Hát a 2021-es esztendő ez egy rendhagyó esztendő volt ebből a szempontból is. Azt gondolom, hogy 2014 óta, amióta lehetőségem van a település vezetni, talán ez volt az első olyan esztendő, amikor fejtörést okozott a költségvetésnek az összeállítása. Ennek több tényezője volt, ami miatt sokkal nagyobb gondossággal kellett a költségvetést összeállítani. Egyrészt a Covid miatt önkormányzatunk is bekerült abba, mind amennyiben valamennyi önkormányzat, hogy nagyobb szolidaritást kellett vállalnunk a feladatoknak a finanszírozása érdekében, ami azt jelentette, hogy a finanszírozásunk átalakult és csökkent. Ugye nem tudtunk 21-ben számolni már a gépjármű adóbevétellel, iparőzési adóbevételek átrendeződtek, jelentősen csökkentek, állami támogatások stagnáltak, az önkormányzati saját bevételek stagnáltak. Így egy olyan költségvetés kellett összeállítani, amire még nem volt példa. Nevezetesen volt egy első féléves költségvetésünk, ami a februárban rendelkezésre álló információk alapján egy lecsupaszított költségvetés volt, ami alapvetően a működéshez szükséges feltételek biztosítására koncentrált. Az önkormányzati működés minden területén, legyen az intézményfejlesztés, felújítás, legyen az intézmény működtetés, szociális feladatellátás. És volt egy második féléves, ami a lehetőségeket foglalta magába, ami akkor tudott volna megvalósulni, ha és amennyiben a költségvetésen belül többletforrások érkezhetnek. Ennek volt egy olyan pillanata, amikor úgy tűnt, hogy több lehetősége lesz a városnak, és több dolgot tudunk megvalósítani, hiszen volt egy olyan gazdasági vállalkozás, akitől nagyobb bevételre tudott volna szert tenni az önkormányzat, de ez néhány hét alatt sajnos szerte foszlott ez az álmunk, és ez a bevételi forrás. Így volt olyan időszak, hogy három héten belül kétszer kellett a költségvetéshez hozzányúlni annak érdekében, hogy olyan előirányzatokat határozzunk meg, és úgy állítsuk össze a költségvetést, ami stabilan, biztonságosan megadja a lehetőséget a 2021-es pénzügyi évnek a teljesítésére. Mennyire szűkült a mozgástér? Tehát mi az, ami kimaradt? Nagyon szűkült a mozgástér. 2021-ben a város költségvetésekor szinte arra tudtunk koncentrálni, hogy azokat az értékeket, amelyeket az elmúlt hat esztendőben összeraktunk, azokat megtartsuk. Szintisztán működésre állt át a városunk. Ebben a működésben alapvetően az intézményrendszer működtetéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása volt a fő elv. Nagyobb hangsúlyt kapott ebben az esztendőben a szociális feladatellátás, hiszen a Covid hatása az azért Bátaszéken is megjelent. Megjelent a családok mindennapi életében, a családok megélhetésében. Nőtt azoknak a családoknak a száma, akik kiszolgáltatottabbá váltak, akik számára az önkormányzat is most már egy lehetőséget tudott biztosítani, hogy a megélhetésük stabil legyen. Tehát ezen a területekre koncentráltunk. A közművelődési területen egy kicsit visszafogottabb esztendőt produkáltunk, hiszen maga az egészségügyi helyzet is kialakította, hogy kevesebb rendezvényt lehetett megtartani, és azokat is elsősorban az év második felében. Tehát itt egy kicsit visszafogottabb működés volt, és városfejlesztésben is alapvetően arra rendezkedtünk be, hogy befejezzük azokat a pályázatokat, amelyek az elmúlt időszakból, 20-ból vagy azt megelőző időszakból még 21-re áthúzódtak, és kimondottan a gazdasági cselekvési programból azokat a fejlesztéseket indítottuk el, amelyekhez a fedezetet saját forrásból tudtuk biztosítani. Mik azok a beruházások tényszerűen, amikre azt gondolta a város, hogy előre tud haladni majd ebben az évben, és mégiscsak úgy kellett dönteni, hogy vagy tovább kell vinni, vagy el kell felejteni?
Hát több ilyen ötletünk és elképzelésünk volt. De alapvetően a város nagyon nagy álma, az egy közművelődési tér. Ennek még 2020 évigén elkészítettük a koncepcióját, és megpróbáltunk ebben mozogni, hogy adott esetben kapjon lehetőséget ez az álom, és meg tudjon valósulni. Ebben jelen pillanatban helyben topogunk, tehát egyelőre nem tudunk ezzel előrelépni. Lehet, hogy egy későbbi időszakban újra napirendre kerülhet, és meg tud majd valósulni. Alapvetően a városnak a város üzemeltetéséhez és működtetéséhez kapcsolódóan voltak elképzelései. Útfelújításra nyújtottunk be pályázatot Kövest tekintetében egy belügyminisztériumi alaphoz, amelyet évelején sajnos elutasítottak, majd évvégére kaptunk ebbe kiemelten célzottan kormányzati támogatást, így ez majd 21-22-ben meg tud majd valósulni. Évelején még úgy gondoltuk, hogy a számvevőségi épület felújítását meg tudjuk kezdeni saját forrásból, ezt gyakorlatilag lenullázta az évközi forrás csökkenés, viszont úgy tűnik, hogy most évvégén szintén egyedi kormányzati támogatással 21-ben majd ez is meg tud valósulni. Azokat, amiket egyébként meg gondoltunk, hogy saját forrásból megvalósítsunk, azokat viszont meg is tudtuk valósítani, sőt ugye pályázati forrásból is tudtunk komoly beruházást végrehajtani. Gondolok én, hogy a tavasszal látogatott Budai utcai járdaszakasznak a teljes felújítására. De alapvető kérdés az a város közlekedési helyzetének és parkolási helyzetének javítása volt ebben a költségvetési évben. Ehhez az önkormányzat saját forrásból ingatlanokat is vásárolt a Szabadság utcában, illetve a Kossuth-Lajos utcában. Tehát haladtunk előre, de nem túl látványosan azt lehet mondani a 2021-es esztendőben. Ha már a pályázati ciklusoktól beszélünk, a város életéről szóló Cikáron magazinban mi rendszeresen bemutatjuk azokat a fejlesztési elképzeléseket, amik a jövőre nézve előre vihetik a várost. Mi van ebben a csomagban? Hát néhány napja voltam egy rendezvényen, ahol elhangzott az a mondat, hogy egy településvezető az merjen nagyot álmodni. És azt gondolom, hogy nem csak én, mint településvezető, hanem a képviselőtestületünk is mert nagyot álmodni. Összeraktuk és csokorba szedtük azokat az elképzeléseiket, amik véleményünk szerint 2022 és 2027 között a város számára egy fejlődési utat jelölhetnek ki. És nagyot álmodtunk, mert ez a 14 projektből álló elképzelési csokor, ez mindegy 5 milliárd forintos forrást jelenthetne a város fejlődése szempontjából, de azért igyekszünk mértéktartók lenni, hiszen erre a top plusz forrásra, ami mintegy 46 milliárd forint lesz a megyén belül, azért erre 103 település fog jelentkezni, és mindenki szeretné a saját települését helyzetbe hozni. Ezért ezt a 14 projektet leszűkítettük 7-re, és ez a 7 projekt lesz az, amivel bepályázunk majd különböző jogcímeken. Itt is felállítottunk egyfajta prioritási sorrendet, annak érdekében, hogy az erőinket és a lobby képességünket is tudjuk megfelelő módon koncentrálni. Nagyon-nagyon szükséges a város idős gondozása, fejlesztése szempontjából a nappalellátási épületnek a létrehozása. Jelen körülmények között már mindenki számára szinte azt lehet mondani, hogy méltatlan az a hely, ahol dolgoznak, illetve ahol gondozzuk és fogadjuk időseinket. Ebben szeretnénk előrelépni, ezt prioráltuk egyébként az első helyre is. Fontosnak tartjuk, hogy a város közétkeztetését ellátó konyhánk 21. századi technológiával, konyhatechnológiával, illetve egyéb képészeti eszközökkel rendelkezzen, hiszen nagyjából 800 és 1000 adag között főznek ebben a létesítményben. Ez az intézmény látja el gyakorlatilag a város oktatásban lévő diákoknak az étkeztetését, az idős gondozás étkeztetés feladatait, de vendégebédként a város polgára is igénybe veszik. Ez is nagyon-nagyon fontos feladat.
örök téma a város úthálózatának fejlesztése. Ebben is egy komoly programot állítottunk össze. Talán egy kicsit nagy is, hiszen 550 millió forintban gondolkodnánk felújításban. És itt is elsősorban a helyi járatos közlekedésben érintett útvonalak felújítását tervezzük, illetve azt a két útszakaszt szeretnénk leportalanítani, ami még a város útjain belül még nem rendelkezik megfelelő szilárd burkolattal. És hát egy kicsit a rekreáció és a pihenés irányába is szeretnénk elmozdulni. Kettős céllal. Egyrészt, hogy segítsük a város legnagyobb egyesületét, a Mátaszéki Horgász Egyesületet, aki több mint 600 tagot számlál. Annak a horgásztónak a megújításával, eszközfejlesztésével, ami egy pályázat keretében megszerezhető lenne. Mellé rakva egy olyan szabadidős parknak, nehogy Isten tanúsvénynek a kialakítását, ami be tudná mutatni a térségünknek a nem épített természeti értékeit, viszont pihenésre is tökéletesen alkalmas lenne, és ez így csomagban nagyon nagy előrelépés lehetne mind a bátaszéki természet szeretők számára, mint pedig adott esetben turisztikai célpontként is szerepelhetne. Mennyire van egyetértés ez ügyben az önkormányzati testületben? Azt gondolom, hogy ebben a kérdésben maximális az összhang. Képviselőtársakkal hosszan vitattuk meg, de teljesen konszenzusban egyhangú szavazati arányal állítottuk össze mind a prioritási sorrendet, mind pedig a célokat. Tehát azt gondolom, hogy ennek a megvalósításában mindenki válvál mellett fog küzdeni, hogy ezek valóban meg tudjanak valósulni az elkövetkezendő 5 évben. Más lett az önkormányzati működés ebben az évben? Igen. Hozott feszültségeket az év? Igen, sok tekintetben más lett. Maga az egészségügyi helyzet ugye eleve egy másfajta működést követelt az önkormányzattól. Ugye 2020 tavaszán volt már úgymond veszélyhelyzeti időszak tekintetében egy rendkívüli jogrend, ami 2020 novemberétől újraindult, egészen 2021 júniusáig, ami azt eredményezte, hogy kvázi egyszemélyi vezetés alakult át az önkormányzati irányítás. Azért mondom, hogy kvázi, mert mi természetesen továbbiakban is testületi formában működtünk, tehát ugyanúgy működött a városban a döntéshozatal, mint korábban, előterjesztések készültek, testület véleményezte, és a többségi vélemények figyelembevételével születtek meg egy személyben hozott formális döntések. Egy kicsit érezzük azt, hogy készülünk a 22-es választásra is. Ezt több tekintetben kicsit megváltoztatta az önkormányzat működését. Talán egy kicsit bezavart az is, hogy én is közszereplést vállaltam ebben a tekintetben. Érezzük a választási kampány szelét és hangulatát. Ennek köszönhetően azt gondolom, hogy a város mintegy 103 millió forint támogatásban is részesült, amit nagy tisztelettel megköszönünk, de egy kicsit olyan kampány íze van ennek a támogatásnak. Ettől függetlenül jó szívvel fogjuk felhasználni, és nagyon fontos feladatokat és hiányokat tudunk ebből a forrásból megoldani. De emellett azt gondolom, hogy az a kellő higgadtság megmaradt az önkormányzat működésében. Amikor testületülésen vagyunk, némi kis villongások vannak, azt gondolom, hogy némi kis karcsörtetés, de arra azért vigyázunk, hogy maradandó sérüléseket ne okozzunk egymásnak, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a legfőbb cél, hogy bátaszéket továbbiakban is képviseljük minden fórumon, a bátaszéki embereket képviseljük, és azért dolgozunk, hogy itt minél jobb életkörülményeket tudjunk biztosítani a bátaszékiek számára. Sokszor elhangzott már beszélgetéseinkben, interjúinkban, hogy a város nagyon vigyáz a civil szervezeteire, és amennyire lehetőségei engedi, támogatja őket. A Covid nyilván őket is nehéz helyzetbe hozta. Tudott a város kompenzálni, és milyen tervei vannak a jövőre nézve ez ügyben? Igen, a 2021-e tekintetben is egy kicsit más volt. De a korábbi években alapvetően a civil szervezetek általános működése arról szólt, hogy pályázati forrásokból, kiemelt támogatásokból biztosítottuk a működésükhez szükséges forrásokat.
tudva azt, hogy bekapcsolódnak ők egyébként a városi rendezvényekbe is, és úgymond ez a forrás is visszacsorog, és gyakorlatilag a város művelődését és közéletét szolgálja. Ugye 21-ben pont a Covid miatt nem igazán lehetett, főleg az első fél évben rendezvényeket tartani, ezért egy másik stratégiát választottunk, ami részben a mi saját döntésünk, részben pedig alkalmazkodtunk a kialakult helyzethez. Nevezetesen, hogy 20 év végén elkezdődött egy olyan folyamat, hogy a város civil nagyobb, legnagyobb népcsoportjai elindultak egy közösségi ház kialakítás irányában. És azt lehet mondani, hogy szinte mindegyik. Elkezdődött ez a németekkel, hiszen ott a város egy ingatlan biztosított a tulajdonukba, és gőzerővel zajlik egy régiós német központ feltételrendszerének a megépítése. Nagyon bízunk benne, hogy 2022 nyarára ez véglegesen átadásra is kerülhet. Ezzel párhuzamosan egy kicsit korábban a bátaszéki székelyek baráti köre kezdett meg egy nagyon komoly beruházást. Kormányzati támogatással elindult a bátaszéki székelyek házának megépítése, és ebbe a folyamatba csatlakozott be Bátaszéki város önkormányzata, és biztosított mintegy 5 millió forintot ahhoz, hogy ez a beruházás létre tudjon jönni. Természetesen az állami támogatáshoz képest elenyésző volt a város támogatása, de fontosnak tartottuk, hogy részt vállaljunk ebből a dologból, és jó szívvel figyeltük, hogy az a közösség, az a székely közösség, amely Bátaszéken él most már több évtizede, milyen aktívan vett részt tevőlegesen is ennek a háznak a létrehozásában, és hát öröm volt ott lenni azon a rendezvényen 2021 nyarán, amikor az átadásra is került. És hát természetesen, hogy a folyamat ne szakadjon meg, a felvidékiek számára is szükségessé vált egy saját otthonnak a létrehozása. Ezt a város 15,5 millió forintból biztosította egy ingatlannak a megvásárlásával. Néhány nappal ezelőtt ehhez is kormányzati támogatás érkezett, mintegy 11 millió forinttal, segítve és enyhítve a városnak a kiadásait e tekintetben. Tehát azt gondolom, hogy ilyen értelemben egy más irányban próbáltuk a civil szervezeteinket támogatni, amellett, hogy természetesen azért a klasszikus működési támogatásra is lehetőséget tudtunk biztosítani, és tudtunk forrásokat adni a civileknek. Több olyan rendezvényt tervezett a város erre az évre, ami egyrészt nyilván a város egészének jól tett volna, de egy picit a város marketing szemléletét is segítette volna. A Covid keresztbe húzta. Ezeknek a rendezvényeknek van-e esélye még, hogy megvalósuljanak? Mindenképpen fontosnak tartjuk. Nem lesz könnyű feladat, azt gondolom, 2022-ben rendezvényt szervezni. Nem elsősorban a Covid miatt, hanem eltelt két esztendő, amikor a helyzetből adódóan az emberek egy kicsit zárkózottabbá váltak. Egyrészt az egészségügyi helyzetből adódóan, meg egy kicsit belekényelmesedtünk ebbe a helyzetbe, hogy uram, bocsá, nem kell elmenni arra közel 100 rendezvényre, ami zajlott a város életében. És akkor ehhez alkalmazkodott a család is, úgy rendezkedtek be magánéleti szempontból, és most vissza kell ezt majd 22-től építeni. Tehát nem lesz könnyű feladat, de azt gondolom, hogy a városon belül pont ezekre a rendezvényekre van szükség. Azért van szükség, hogy a közösségi életet újra együtt meg tudjuk élni. Azért van szükség, hogy mindazok a folyamatok, amelyek azért az országban zajlanak, és nem biztos, hogy az összefogásra sarkalnak, azokat kis települési szinten, bátaszék szinten kompenzálni tudjuk, és tudjuk azt mondani, hogy gondolkodhatunk mi a világról nagyon sokféleképpen, de bátaszéken egy fontos, az, hogy ez bátaszék. És a mi közösségünk az egy egységes közösség, független attól, hogy a történelem során azért nagyon sok helyről jöttünk mi itt össze, de amikor átlépjük bátaszék tábláját, vagy amikor meglátjuk kilométerekről bátaszék templomát, akkor tudjuk, hogy hazajöttünk, és tudjuk azt, hogy mi itt mindannyian bátaszékért akarunk tenni, és nekünk egy dolgunk van, szeretni
és szívből szeretni változtatni. 2022 sokféle szempontból lesz érdekes, azt gondolom, részben politikailag, részben gazdaságilag, részben ezeknek a folyamatoknak a véghezvitele szempontjából is. Ha kívánhatna magának 2022-re, akkor milyen évet kívánna? Hát egy nyugalmas évet, ami természetesen nem fog bekövetkezni. Én azt szoktam mondani mindig a kollégáimnak, hogy hát ez egy nagyon nehéz év volt, amikor évvégi elköszönés van, és a következő év könnyebb lesz. Nem, a 22-es év az még nehezebb lesz. Nagyon sok tényező miatt, amit ön is említett, kellő higgadsággal kell lebonyolítsunk egy 2022-es országgyűlési képviselőválasztást, tudva azt, hogy ez a választásnak lesz egy napja, és másnap is föl fog kelni a nap, és másnap is szembe kell nézni egymással. Tehát én arra azt kívánom magamnak és mindenkinek, hogy úgy tudjuk higgadt fejjel végigcsinálni többek között ezt az időszakot, hogy ne okozzunk egymásnak maradandó sérülést. Önkormányzati élet szempontjából is nehezebb, mert a 21-es esztendő már nem biztosít olyan alapokat számunkra, mint a korábbi esztendőben. Tehát nagyon kiélezett költségvetés összeállításra készülünk. Úgy, hogy szeretnénk természetesen mindazokat az értékeket megtartani, amit eddig összeraktunk az elmúlt időszakban. Úgy, hogy konszenzus és kompromisszum legyen minden terület tekintetében. Nem lesz könnyű feladat, de meg fogjuk oldani, azt gondolom, eddig is mindig megoldottuk. Aztán, hogy még mit hoz a 22-es esztendő, ezt még pontosan nem tudjuk, viszont most elkövetkezik a városnak egy utolsó képviselőtestület ülése, és egy kicsit örlángra vesszük magunkat, én azt gondolom, és azt kívánom mindenkinek, hogy ebben a néhány hetes időszakban higgadtan gondolja végig a 21-es esztendejét. Hiszen ez a 21-es esztendő ez okozott veszteséget szinte mindenki számára. Vagy mert elvesztette a szerettét, vagy mert sokkal nehezebb volt az élete 21-ben. Én azt kívánom magamnak és mindenkinek, hogy ebben a néhány hétben próbáljon egy kicsit elgondolkodni, próbálja felépíteni magát, egy kicsit feltöltődni, hogy úgy tudjunk nekifutni a 22-es esztendőnek, hogy azt tudjuk majd mondani 22 év végén, hogy a 21 az nehéz volt, de 22-ben minden olyan álmunkat meg tudtuk valósítani, amit évelején gondoltunk. Polgármester úr, köszönöm szépen! Kívánok az egész testületnek ez ilyen szerencsés évet, mint amit ön is kíván. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!